Rövid szünet után folytatjuk a Térfél 27. adását, aminek harmadik részében a Rekreó Sport programját mutatjuk be. Köszöntöm a stúdióban Kweiser Carmelina Stella alapítót és szakmai vezetőt, illetve Székely Gábor urat, aki szintén tulajdonosa és alapítója ennek a programnak vagy stúdiónak, illetve üzleti kapcsolattartója is. Ugye induljunk abból a feltevésből, hogy számos, ma már főleg Magyarországon is, de világszerte is számos lehetőség van arra, hogy valaki kondicionálja magát, egészség megőrzésre vagy prevencióra használjon bármilyen mozgásformát. Itt van a rekreó sport, és kínál olyat, amit más nem, vagy ezt hogy fogalmazzuk meg? Igen, tehát nagyon jól mondta. Igazából Magyarországon gyakorlatilag már minden második utcában van egy valamilyen fitness terem, vagy ahol az emberek tudnak szabadidősportolni. És ugye mi is úgy kezdtük ezt a dolgot, hogy mindketten személyedzők vagyunk, végzettségünk is megvan hozzá, illetve sportszakon végeztünk egyetemen. És dolgoztunk különféle kisebb-nagyobb fitness termekben edzőként, és kialakult bennünk egy kép arról, hogy hogyan lehetne ezt jobban, vagy kicsit talán különlegesebben csinálni. A Stella volt egy 1500 négyzetméteres egészségközpontnak is a szakmai vezetője, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon komoly rálátásunk volt erre a fitnessiparra, fitnesspiacra, és úgy éreztünk, hogy van ebben egy rés, egy komoly rés, ami inkább a minőség szempontjából rés, nem a mennyiség szempontjából, úgyhogy eldöntöttük, hogy csinálunk valami mást, valami kicsit talán különlegesebbet annál, mint amit láttunk magunk körül, és belevágtunk. Tehát egy vállalkozást építettünk e köré, és ez volt az első edzőtermünk, ez volt a Rekreó Stúdió. Ez Csömörön, ez egy privát személyedző stúdió volt, ahol főleg inkább személyedzéseket tartottunk, és ennek volt egy nagyon jól felépített szakmai modellje, amiről talán a Stella jobban tud most beszélni, mert végül is ő volt ennek a szülő atya, vagy inkább anyja. Úgyhogy itt át is adnám neki a szót, hogy hogy is nézett ez ki. Hát igen, alapvetően az volt az elképzelés, hogy a terem meg az eszközöket csak az a vendég használja, aki ott van. Tehát rengetegszer előfordult, hogy terveztünk egy edzéstervet bármilyen fitness teremben, és nem tudtam megcsinálni, meg megcsináltatni, mert foglalt volt az eszköz, foglalt volt a gép, foglalt volt a teremnek az a része, és akkor ezért jött ez az elképzelés, hogy ha ez csak az övé, akkor ilyen nem fordulhat elő, illetve nagyon sok komplexussal rendelkező vendégünk is van, akik nem szeretnek mások előtt edzeni, vagy olyan egészségügyi problémáik van, amit nem szeretnek mások előtt mutatni. Tehát ez intimebb, mondhatjuk igen, azt, hogy valamennyire intimebb, mint a többi? Igen, és nagyon sok ember zavar, hogyha nézik edzés közben. Tele vannak komplexusokkal, és az így nagyon-nagyon sok mindenkinek tetszett, hogy csak az övé, tényleg nincs azzal frusztrálva, hogy miközben végzi a gyakorlatot, hogy végzi, csak az edzővel van, csak az övé a terem, úgyhogy... Ezt gondolom valamilyen szinten logisztikai feladat is, nem? Hogy beosztani úgy, akár az egyéneket, akár a csoportokat, meg gondolom mind a kettővel foglalkoztok. Hát ez kezdődött, ez a személyedzés része, ez volt a stúdiónk, az első helyünk. Utána... Ez van Csömörön, igen, mai napig Csömörön, meg is van, nem? Igen, mai napig is működik ez a része, és ott Csömörön felkértek minket egy másik terem üzemeltetésére is, ahol viszont az egy kicsi, méretileg kicsit nagyobb terem, és ott már tudtunk hát limitált létszámba, de kis csoportos órákat is maximum 8 főig tartani, és akkor ott lehet személyedést is kérni, illetve csoportos órára is jelentkezni. Igen, és akkor tehát Csömör két helyszín, és Gödöllön nemrégiben a Bajcsy-Zsilinszky úton, azt hiszem a 21-25 szám alatt, igen. Ott van egy zóna, igen, nevezzük zóna. Ennek, ez most a rekreó zón. Ez mind a kettőt ötvözi ez a hely, mindenre van lehetőség, személyedzésre, páros edzésre, csoportos edzésre, attól függ, hogy ki hogy szeretné, van egy bejelentkezési rendszerünk, és ott tud foglalni magának szabad helyen időpontot a vendég, úgyhogy nincs torlódás. Világos. Rekreó, ugye ez a neve ennek az egész vállalkozásnak, fitness vállalkozásnak, nem tudom, hogy nevezzem, mi a helyes. Ez honnan ered, vagy honnan jön? Mit takar, mit jelent, vagy jelente valamit? Erre én válaszolnék szerintem. Tehát egyrészt így pozícionálnám magunkat, mert ugye nehéz ezt megfogalmazni, mert igazából amikor mi ezt az egészet kitaláltuk, pont ez volt a lényeg, hogy
ugye, amikor indítasz egy vállalkozást, először a versenytársakat méred fel, megnézed, hogy a hozzád hasonló vállalkozások ezt hogyan gondolják, hogyan képzelik. De miközben mi kialakítottuk a rendszerünket, rájöttük, hogy igazából akkor még nem volt ilyen. Tehát ebben egy kicsit úttörőek voltunk, és úttörőek voltunk a szemléletben is, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen projekthez nem adhatunk egy olyan nevet, ami egy kicsit azt mondom, hogy sablonosabb. Lehet, hogy jobban eljut az emberekhez. Az, hogy sablonos, annak van pozitív hozadéka is. De mi szerettük volna ezt különlegessé tenni. És ez a recreo szó igazából az angol recreation szóból, ha visszavezetjük, illetve a rekreációból, mint fogalomból, amúgy a szabadidő eltöltés kultúrájához köthető, ez akár sport, akár nem sport szinten is. Igazából szó szerint azt jelenti, hogy újra teremt, újraéleszt, feléleszt. Tehát itt azt szerettük volna ezzel sugallni az embereknek, hogy ez nem csak egy edzőterem, hanem itt egy új életet kezdhetnek velünk. Milyen szempontból? Na most ez lelki, fizikai, minden. Sport, minden? Tehát mi szeretjük ezeket a dolgokat összekötni. Azt tudni kell, hogy Csömörön egyébként van egy masszázszalon is a stúdió mellett, és mi úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt összekapcsoljuk. Nagyon szoros szakmai munka van egyébként a két hely között, és ott a masszázsal kiegészülve a személyedzés egy nagyon komplex, ugyanúgy a test, ugyanúgy a szellemi szinten egy nagyon komplex dolgot jelentett. Azt nyilván, ahogy ez most ide kikerült Gödöllőre, kicsit inkább eltolódott a fitness irányába a mi dolgunk, viszont azt is látni kell, és amit a Stella mondott, nagyon jól mondta, hogy hozzánk azért sok olyan ember jár, aki lehet, hogy elsőre kicsit bátortalan. Vagy nem annyira szeret mások előtt edzeni. De ezek az emberek előbb-utóbb közösséget kezdtek alkotni. És mikor megjelentek a csoportos termeink, azt vettük észre, hogy már úgy beszélnek az emberek rólunk, hogy megyünk-e rekreózni, vagy rekreósoknak hívják magukat, és Facebook csoportjuk van. Bevonult a köztudatba, hogy gyakorlatilag ez a szó, vagy ez a brand. Így van, ez egy brand, és azt gondolom, hogy erre mi tudunk is építeni, hiszen ez egy különleges szó lett belőle. És az emberek tényleg egy olyan közösséget alkotnak most már, főleg inkább Csömörön nyilván, hiszen az volt a bázisunk, de ezt szeretnénk Gödöllőn is elérni, tehát ezért is vagyunk itt most a tévében, hogy megszólítsuk az embereket. Mert egy olyan közösséget építettünk fel, aki nem csak együtt edz, de összejár programokra, most is fogunk menni Szegedre együtt, van egy ilyen vicces futóverseny. Nem mi szerveztük ezt benne a vicc, hanem a rekreósok jelezték felénk, hogy mi lenne, hogyha együtt elmennénk. Mi megmondtuk, hogy persze partnerek vagyunk ilyenben, de szoktunk együtt járni, társas játékozni, szülinapozni, tehát rengeteg ilyen. Ezt akartam kérdezni, igen, kérdezem. Ilyen közösségi programok vannak, és ebben most már tényleg de minden. De a gödölőiek is jönnek, tehát igen, közösen gödölőiek van közös. Ezt akartam kérdezni, hogy épült tulajdonképpen a közösség? Tehát, hogy valaki ugye megismert titeket, vagy arra sétál, bekopog, meg elmondjátok, miről van szó, szól a barátnőjének, stb. Erre Stella fog válaszolni, mert ő ennek a motorja. Hogy vannak, mi a tapasztalat, hogy épül egy ilyen közösség legjobban, vagy leghatékonyabban? Hát alapvetően a csoportos órából kifolyólag épült ez, bár az is már személyezésen, hogy egymás után jönnek, és kicsit belefolynak egymás, talán 5 percre egymás, tehát megismerik egymást, alakult így. Programok. Igen, különböző ilyen közösségi oldalakon van külön mindig programok, meg csoportok a vendégeknek, mert azon keresztül is pluszban motiváljuk őket, különböző célokat adunk nekik, és így nagyon, nagyon összefonódtak így a különböző... Most csak ez, mert nem biztos, hogy ért. Titek, hogy mit jelent ez a program. Tehát itt elindítunk egy olyan kampányt, aminek van egy célja. Ez a cél most ilyen szempontból lényegtelen. A fontos az, hogy az emberek együtt küzdenek ezért a célért. Ezeknek a programoknak van általában valami díjazottja, vagy valami nyertese, de itt a fontos az, hogy az emberek együtt küzdenek, megosztják egymással a tapasztalataikat. Az edző is benne van ebben a csoportban, az összes edző, tehát végig tudjuk nyomon követni, hogy ki hol tart a fejlődésben, recepteket osztanak meg egymással, élményeket osztanak meg egymással, és végülis ez építi a közösséget. Tehát ez közösségi tér is tulajdonképpen. Igen. Mind a mellett, hogy az egészségre jó hatással van, és gondolom akkor jó hangulata is nagyon, van. Nagyon, igen. Tehát itt az edzők felelőssége ez is. Persze, hogy a hangulat meglegyen. Ez napi szintű munkámhoz tartozik az, hogy ezt fenntartsam, igen, menedzseljem, feladatokat adjak, nagyon jó tapasztalatok vannak. Most csak egy példát mondok, csak hogy átjöjjön, hogy volt olyan, hogy mondtam, hogy úgyis mindenki főzöget otthon, főleg egészségeseket próbálnak már főzni, és amit főzött, abból egy picike csomagot
ott, akit ismer, hogy hol lakik, csempésztem be neki, és akkor ezen az oldalon jöttek a különböző fotók, vagy milyen meglepetések, hogy ki mit kapott, és úgy örültek egymásnak, és ezáltal is ez is egy nagyon-nagyon jó közösségi. Van-e életkori megkötés? Gondolom nemenként nincs, tehát fiúk, lányok egyaránt, és életkor... Junior, az mit jelent? Igen. Tehát az azt jelenti, hogy mi az a legfiatalabb korosztály, akinek már érdemes esetleg ezt elkezdeni? Hát most 6 év. 6 éves volt a legfiatalabb. Hát 6 éves kortól várjuk igazából. Tehát én már 6 évesekkel is foglalkozom. Persze, tehát nem vegyítjük a felnőtteket, tehát mert nyilván, ez az egy gyerek. De az is egy külön közösség, van. És ők, igen, ők is akkor... A fiatalokat is külön csoportokra osztjuk, mert van a nagyon kicsik, az ilyen 6-7-8 évesek, de van külön kamasz, fiú kamaszlány csoport, azért mert látszik a, már náluk a civilizációs ártalmaknak a hatása, és már most javítom. Erről beszél, civilizációs ártalom, mondja egy-kettőt, amire érdemes odafigyelni a szülőknek is, hogy ülő életmód, például rettenetesen fontos. Már az iskolában, 7 éves kortól elkezdődik, és már kihatással van. Igen, tehát a civilizációs ártalmakat úgy kell elképzelni, hogy ezek jelen vannak a mindennapjainkban. Ilyen az ülő életmód, ilyen a helytelen táplálkozás, ilyen a mozgásszegény életmód, ami az ülő életmódból annyival eltérő, hogy nem sportol. Ugye mi gyerekkorunkban kimentünk, az utcára játszottunk, ők már ezt nem teszik meg. És ugye ebből adódnak, a civilizációs ártalmokból adódnak olyan betegségek majd később, amikor ők felnőttek lesznek, amiket mi megelőzhetünk, hogyha előre gondolkodunk, hogyha erre egy programot kitalálunk. És ugye amiről a Stella beszél az, hogy azért globálisan látszik, hogy bizonyos életkorban a nemek között is, ugye már a fejlődési, az életkori fejlődésben is van különbség, de a nemek között kifejezetten látszik, hogy mik azok a kulcs területek, ahol ők elmaradnak ezek miatt, a civilizációs ártalmak miatt. Mondaná példákat egyébként, csak hogy magára ismerje valaki, példákat, már rossz úton tart, érdemes esetleg életmódot váltania, ezért kérdezem. Tud, ugye ülő életmódnak a legfontosabb, azt gondolom, hátránya az a testtartásunkban kezdődik. Tehát ott a gerincfeszítő izmoknak az elgyengülése, a rossz tartás, ugye, akkor különféle izmok elgyengülnek. Ha egy izom elgyengül, akkor ugye ezek mindig... Valamelyik másik izom, igen, tehát ezek szerepét. Mindig kompenzálnak, akkor a másik átveszi a szerepét, az meg elkezd túlműködni, az elfárad, és akkor ebből vannak azok, hogy fáj az, és a vége pedig, hogy már akár 30 évesen is, tehát az a tapasztalatunk, hogy sajnos már 30, sőt már előbb is. A kamasz fiú csoportunkban már nagyon küzdünk az ilyen 14-15-16 éves fiúknak a tartásával, hogy már akkor rendbe hozzuk, már akkor nagyon nagy figyelmet követelez náluk. Napi fájdalmat okoz nekik adott esetben. Az is probléma, hogy ugye még aki törekszik is kamasz fiú, lány, hogy formával tartsa magát, náluk is maguktól végzik a gyakorlatot, nem figyelnek arra, hogy melyik izmot használják, és pont olyat használnak, amit nem kéne, és ebből kialakul a fiúknál, állandóan fekvőtámaszoznak már, mondjuk napi 100 fekvőtámasz, kialakul egy mellizom megrövidülés, csúnya tartás, lányoknál is haspréselnek éjjel-nappal, abból is egy csúnya tartás, tehát ezeket már javíthatjuk náluk ki 15-16 évesen. Bármilyen furcsa, azt gondolja, hogy egészségesen mozogva, sportolni is. Van olyan kamasz fiú, aki azt mondja, hogy 100 fekvőtámasz megcsinál, és akkor kértük, hogy mutassa meg, hát és sajnos le kellett női verzióra csökkenteni a szintjét a fekvőtámaszának, mert még azt is alig tudta megcsinálni, hogyha nagyon-nagyon szabályosan. És kérnek tőletek segítséget, esetleg mondjuk szakosztályok vagy egyesületek? Hogyha... Hát ugye én, hogyan kerültünk egyébként Gödöllőre témakörben, azt el kell mondanom, hogy én ugye évekig edzősködtem itt a Gödöllői Sportklubnál, és ugye most másfele terelt az élet, de nagyon jó kapcsolatot őrzök mai napig. És ezen az úton is kerültünk mi Gödöllőre. Illetve Csömörön a Rubeola futszál, és a Takó Csabi személye az, aki minket összeköt, hiszen vele már évek óta jó kapcsolatot ápolok. Tehát azt gondolom, hogy a Gödöllői Sportklub, amit a gödöllőieket inkább érinti velük, most alakul egy nagyon jó együttműködés, és a sportklub abszolút nyitott erre a dologra. Pont a gyerekeknél ezek a civilizációs ártalmak, illetve őket az élsportra készítjük, tehát nyilván én, mint akadémiai edző, látom azt, hogy milyen hátrányokkal érkeznek meg a gyerekek U12-es, U13-as korosztályba, ezeken fogunk mi majd javítani. Illetve a csömöri Rubeola futszálnál pedig az első csapat munkájába szálltunk be, Stella nagyon kiválóan végzi a rehabilitációt ott, tehát a sérült játékosokkal folyamatosan foglalkozik, ilyen területen is, illetve én az erőnléti részét próbálom menedzselni és koordinálni, tehát mi ebbe az irányba is nyitottunk. Ez igen, csak komplex. Arról nem is beszélve, bocsánat, hogy én nekem van egy erőnléti edzői végzettségem is, én már évek óta foglalkoztam, sérült, térd, bokasérült játékosok jártak hozzám,
de még rúdtáncos hölgy is volt nálunk, különféle olyan problémával, ami őket érinti, így a sportvonalba is eléggé belecsaptunk, csak ahogy én kiszálltam ebből, egy kicsit ez megcsapon, most viszont két olyan nagyon tehetséges fiú edzőnk van, Gödöllő és Rácz, aki ebben a vonalban nagyon nyitott, és hogyha én továbbra is tudom őket tanítani, okítani, akkor ez a vonal is nagyon szépen fog fejlődni az ő kezük alatt, bízunk. Akartál valamit mondani? Igen. Igen, csak annyi, hogy már egész kisgyerekek, különböző sportot végző kisgyerekek járnak hozzánk motorostól, szertornatornászik, tehát az, hogy mi kiegészítsük vagy kompenzáljuk például az adott sportból kifolyólag az izomasszimetriájukat, tehát hogy kiegészítő sportként nagyon sok gyerek is már jár hozzánk, felnőtt is, aki valamit sportol, csak még szeretne jobb lenni benne, járnak hozzánk. Úgy, tehát akkor mondhatjuk, hogy igencsak komplex szolgáltatással bírtok, mert ugye itt benne volt az utógondozások is, meg minden sérülés utáni rehabilitációtok. Igen, mert van egy rehabilitációs része is. Igen. Én kezeléseket is végzek, ilyen manuálterápiás kezeléseket is végzek, és gerinctornát is oktatok, tehát nagyon komplex. Azt szeretném még így a vége felé a beszélgetésnek megkérdezni, hogy hol lehet jelentkezni hozzátok? Mi a legegyszerűbb módja, akár Csömörön, akár Gödöllőn? Ugye nálunk ez probléma volt mindig, hogy eleinte az emberek telefonon kerestek meg minket, vagy e-mailbe, viszont már előbb-utóbb annyian lettek, hogy nem tudtuk kezelni ezt a dolgot, úgyhogy utána néztünk, hogy mi a piacon a legjobb lehetőség erre, és találtunk egy olyan programot, amin keresztül a vendégek egy nagyon egyszerű rendszer, ahol egy e-mail címmel, egy névvel beregisztrál, és utána lát maga előtt egy táblázatot, ahol az összes termünknek az összes óráját meglátja, azt is látja, hogy hol van hely, hol nincs hely, ki ott az edző, és milyen jellegű az óra. És egyetlen egy gombnyomással kattint, onnantól kezdve az edző már látja, hogy az ő órájára bejelentkeztek, és akkor ott lesz az edző, akkor, amikor ez az óra tartatik. Egyébként a recreo.hu a hivatalos weboldalunk, ahogy ez megnyílik, rögtön ott van a bejelentkező felület, tehát nagyon nem kell keresgélni. Másrésztről a Facebookon is elérhetőek vagyunk, mindhárom termünk külön-külön egyébként, tehát ha a gödöllőiek kifejezetten a Recreo Zone nevű oldalra találnak, akkor rögtön megtalálják, és ott ugye bárhová jutnak a rendszeren belül, illetve az elérhetőségeink is ott vannak a honlapon, mind az enyém, a Stellái és a rajtunk kívül a három edzői is. Tehát ott is elérhetnek bárkit, hogyha mégse sikerülne valamiért bejelentkezni, mert előfordul, akkor telefonon is elérhető. Vagy e-mailen. Még valami, mert nyilván, hogyha valaki erre adja a fejét, akár kényszerből, akár keftelésből, akár csak azért, mert egészségesebben akar élni, ugye ez anyagi áldozatvállalással jár. Hogy nem is az, hogy konkrét számokat mondjatok, de hol helyezkedik ezzel árszintben, árszínvonalban, tehát mennyiért kapnak ilyen minőségű szolgáltatást? Most inkább onnan fognám meg a dolgot, hogy egy átlag ember el akar menni egy személyedzésen. Most a személyedzés oldaláról megfogom. Egy átlag ember személyedzésre akar járni. Ahhoz neki ki kell fizetni az adott konditeremnek a havi bérleti díját, és akkor mellette a személyedzőt is kifizeti. A mi árunk az durván úgy néz ki, hogy nem kell a terembérleti díját fizetni, viszont a személyedzésnek az ára az körülbelül az a kategória, amit kifizetne egyébként egy másik nagyobb edzőterembe is. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, hogy az áraink azok nagyon barátiak. Főleg úgy, hogy csak az övé a terem. Főleg, hogy csak az övé a terem, csak a csoportos óráknál is ez elmondható, hogy egy nagyon jó áron vehetnek részt a vendégeink ezeken az órákon. Érdemes megnézni, szoktak lenni akcióink, szoktak lenni programjaink, aminek egyébként általában külön ára van, de alapvetően azt gondolom, hogy ha így globálisan nézzük, az áraink azok abszolút reálisak, és azt gondolom, hogy a középkategóriába tartozhatnak így fitness szinten, és azt kapják, amiről most beszélgettünk, tehát nem csak az edzéseket, hanem vele együtt a közösséget, a törődést, és mint azt, amit a Recreo jelent, vagy amit most próbáltunk ebbe a pár percbe átadni. Nyilvánvaló, tehát akkor megismétlem azért még, hogy még egyszer elhangozik, tehát a www.recreo.hu-n gyakorlatilag minden fontos információ megtalálható, a Facebook oldalakon szintén, telefonszámok, e-mail címek, és akkor zárásképpen mondhatom azt, hogy hiába jó valaki fejben, hogyha a teste teherbíró képességét nem növeli kellőképpen. Erre akkor Gábornak már van egy példám, mindig ezt szoktam akkor mondani. Akkor azért nem sok mindenre viszi majd. Nézd, én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint a Forma 1-es autó, meg a pilótája. Tehát hiába ül a legjobb pilóta az autóban, hogyha az autó nem elég jó. A Schumacher is csak addig tudott a
élmezőnyben lenni, amíg azért a legjobb autó volt alatta. Voltak olyan szezonjai, amikor nem volt olyan jó autója, és akkor is ő volt a világ legjobb pilótája, viszont nem tudott bajnoki címeket nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy a kettőt együtt kell menedzselni. Mi ezen az autón dolgozunk folyamatosan, hogy jól menjen, ne akadjon a fék, jól kanyarodjon, ha balra tekerjük, akkor balra menjen, ne jobbra. Tehát igazából mi ezzel a részével foglalkozunk. És nagyon a lelki rész is. Nem volt tudatos, de igen, nagyon foglalkozunk a lelki részsel is az emberek. Igen, de élvezzük nagyon. Igen, és én kivettem a válaszaitokból gyakorlatilag nem csak a sportolókat, hanem egy abszolút egy egyszerű átlagembert, egy menedzser, bárkit. Főleg ők egyébként a célcsoport. Fel lehet úgy készíteni fizikailag, hogy szellemileg is bírja azt, és alkosan. Hát csak most bocsánat, hogy nem akarom már tényleg a adásidőt húzni, csak egy-két példát szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy voltak olyan vendégeink, akik olyan gerinc problémával jöttek, hogy konkrétan nem tudtak mozogni, ma pedig már futóversenyeken indulnak, különféle akadálypályákon, amiket mi szoktunk versenyeket rendezni, minden gond nélkül csinálják. Illetve vannak olyan emberek, akik kifejezetten utálták a sportot, és azért jöttek le, hogy valamit kezdjenek el, és fanatikusok lettek. Van egy olyan ismerősünk, aki dohányzott, el volt hízva, rengeteg nagyon rosszul evett, elkezdett hozzánk járni, és most már nem tudjuk lelőni. Tehát minden edzésünkön ott van, letette a dohányzást. És nem erőszakosan érjük el ezt szerencsére, hanem abszolút természetesen, hát meg húzza a közösség. Sok ilyen jó vendéget kívánok, hogy eredményes munkát, és még egyszer köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mi köszönjük a meghívást. Egyetnek pedig szeretném megköszönni már a figyelmet. Ha észrevételük, véleményük vagy javaslatuk van, azt a képernyőn látható elérhetőségekre el tudják juttatni. Térfél legközelebb október 5-én lesz, akkor is várom Önöket, viszontlátásra!